Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Az elmúlt héten rendezték a Szabadidő Központban az Éneklő Ifjúság című hagyományos dalos találkozót. Mai magazinunkban elsőként erről számolom be Önöknek. Éneklő Ifjúság dalos találkozót rendeztek a Művelődési Központban. Az idei alkalommal a kórusok nem kértek minősítést. Én mégis arra kérném a zsűri elnökét, hogy értékelje az ajkai kórusokat, a látottakat. Igazából mégis minősültek a kórusok, mert mondhatnánk nyugodtan, hogy mind arany minősítést kaphatott volna, mert nagyon szépen énekeltek. De a lelkem másik fele mindig megszólal, amikor eszembe jut, hogy Bárdos Lajos tanár úr 81 évvel ezelőtt azt mondta, hogy csak énekeljenek a kórusok, énekeljenek, nem mindig a verseny a fontos. Tudjuk azt, hogy küzdenek a karnagyok, mert nem kötelező az énekkar, de ma éppen vastapsot kaptak a szülők, akik itt voltak, mert biztatták gyermekeiket, hogy járjanak az énekkarra, mert ők már tudják, hogy ennek nagyon nagy haszna van. Külön vastapsot érdemeltek a tantestületet tagjai, az igazgatók, akik eljöttek, mert érdekli őket az, hogy a tanítványok hogyan énekelnek, hogyan szerepelnek. Mindig azt mondom ilyenkor, hogy a mai generáció sem maradhat ki azokból a közösségi élményekből, a zene által például, amit elődeink 20-30 vagy 40 évvel ezelőtt a magyarországi éneklő ifjúság mozgalommal elkezdtek. Nagyon hálásak vagyunk a Művelődési Intézetnek, hogy ezt mindig megszervezi, és otthont ad ennek a rendezvénynek. Köszönjük szépen a városnak, és nagyon hálásak vagyunk a Nemzeti Kulturális Alapprogramnak, aki támogatta ezt a rendezvényt, és a Kodály Társaságnak. Good night.
hosszú évek óta jár már Ajkára. Ismeri a gyermekkórusokat, ismeri a felnőtt kórusokat. Más városokkal összevetve mit mondható el az ajkai kórus életről? Valóban sok felé járok, de mindenhol más műhely munkát látunk, tapasztalunk. Van, amelyik iskola összehívja a környező falvakat, és úgy próbál, mondjuk egy Csetényt, ha említek, úgy próbál éneklőfűságot összehozni. És kezdték ők is egy szólamú énekekkel, egyszerű kis gitárkísérettel, fantasztikusan dolgoznak. Itt Ajkán pedig azt tudom mondani, hogy a verseny az a kórus művekért szólt mindig. Mert olyan színvonalon énekelnek a kórusok, hogy más verseny helyszíneken is megállnák a helyüket. Tehát nem kell attól félni, hogy most ők csak saját kedvükre énekelnek, és csak most esetleg egy szólamba énekelnek, mert itt bizony ma gyönyörű több szólamú kórusművek is megszólaltak, éppen a népdalcsokrok mellett. Tehát nagyon magas színvonalon dolgozik a városban több iskola, és gratulálunk nekik. Thank you.
Hallelujah, Jesus!